következő percekben a 7. osztály köszön el a ballagoktól. Kedves ballagó 8-osok! 8 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy további lépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. 8 szép évet töltöttetek ezen falak között. 6 évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és a számok birodalmába. 5. osztályban már ismerős tanárok fogadtak titeket. Segítségükkel bővíthettétek ismereteitek körét. De ne felejtjétek, nem csak a tananyagot tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak, neveltek is benneteket. Sokszor talán nem hittetek nekik, de higgyétek el, ők csak a javatokat akarták. Mindent, amit tettek, értetek tették. Búcsúzom most tőletek, mint 7-esek. Hát itt hagytok minket. Talán biztosan néztek, amikor kiléptek ezen épület falainak kapuján egyenesen a nagybetűs életbe. Már nem fog titeket körülvenni szeretett iskolán gondoskodása, féltő szeretetek. Üres és csendes lesz az iskola nélkületek. De soha ne felejtjétek, hogy a Madocsai Általános Iskola tanulói voltatok 8 éven át, ezért emléketeket sokáig őrizni fogjuk. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt eltöltött időknek. Többet már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélhetünk egymásnak mulatságos, tanulságos történeteket. Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni, sikerüljön. Adi Endre szavaival, Adi Endre soraival búcsúzunk. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak állam volt a szép diákvilág, s mint a fecske alkonyat a szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Isten hozzátok, barátok, félbarátok és ismerősök! Arcotokon eldőzik még a szemem, mint májusi esőcsepp a levélereken, mielőtt feltámad a szél. És tudom, hogy mindegyikőtök más remél, más vár az eljövő időtől, és talán féltek is az idegen zenétől, mert majd játszani fogtok az új húrokon, de még körülöttetek a sok rokon, ismerős és barát, akik szurkolva várják az új idődalát. És most, mikor látjuk búcsúsokat kezetekben, szomorúság kubbad bennünk, és ez csinál a szemünkben, mert tudjuk, hogy most jön számotokra a feladat, embernek lenni, és ehhez kell a napi akarat.